Kedves hallgatóink, Börzsei Dáviddal, Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral. Ez az Önkényes Mérvadó. Kiosztották Macront a Tajvannal kapcsolatos nyilatkozata miatt, írta a Portfólió. A francia államfő a kínai látogatása után egy lapnak arról beszélt, hogy Európának senkit nem kell követnie Tajvan kérdésében, sem az Egyesült Államokat, sem Kínát. Úgy fogalmazott, a legrosszabb dolog az lenne, ha mi európaiak azt gondolnánk, hogy követni kéne a tajvani kérdésben bárkit is, és alkalmazkodnunk kellene az amerikai ritmushoz és a kínai túlreagáláshoz. A tajvani házelnök a Facebookon reagált Macron szavaira. Azt írta, a szabadság, egyenlőség, testvériség kiment a divatból. A fejlett demokratikus országok figyelmen kívül hagyhatják más országokban élő emberek életét és halálát. A francia államfő nyilatkozatát bírálta Marco Rubio, amerikai republikánus szenátor, Norbert Röttgen, a német parlament külügyi bizottságának tagja, illetve Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke is. A francia államfő azóta megerősítette, hogy fenntartja az álláspontját, és továbbra is támogatja a helyzet békés megoldását. Emmanuel Macron életveszélyes játékba kezd. A belpolitikai válságból, ugye pontosan tudjuk, hogy a nyugdíjkorhatár emelés kapcsán hát eléggé megritkult körülötte a levegő. Nem pusztán Párizs népe, hanem Franciaország széltében hosszában tiltakozik a neoliberális színezetű intézkedés ellen. Hát ebből a belpolitikai válságból Emmanuel Macron egy világpolitikai válságba menekül és vezeti a civilizációt. Úgy tűnik, hogy Emmanuel Macron felsorakozik azon országok mellé, amelyeknek nincsenek értékeik, nem vallanak igazán semmit, hanem folyton változó érdekeik vannak, pillanatnyi érdekek mentén hoznak döntéseket. Európának nem kell követnie Tajvan kérdésében sem az Egyesült Államokat, sem Kínát, mert hát ugye ránéz az Egyesült Államok berendezkedésére, ránéz Kína berendezkedésére, hát tulajdonképpen akármelyikben szívesen élne Emmanuel Macron, akármelyiknek a berendezkedését úgy tudomásul veszi, meg el tudja fogadni, úgy ahhoz a polgári társadalomhoz, amit amúgy a franciák találtak fel, hogy akármelyiket ugyan könnyen hozzá tudja rendelni, úgy az Egyesült Államokat, mint Kínát. Hát, tulajdonképpen Kínában is megvalósult a szabadság, egyenlőség, testvériség, csak úgy, mint az Egyesült Államokban. Miért kéne Franciaországnak választania ezek közül? Miért kéne egyáltalán, és mi itt mintha csak a magyar államnak a külpolitikáját, meg ezt az érték mentességét hallanánk megidéződni. Miért kéne a magyar államnak akárhova is állni? Akár az oroszok mellé, akár az ukránok mellé, mondjuk ebben a háborúban. Erkölcsi alapon? Na ne nevettes, hogy erkölcsi alapon! Hát itt nekünk meg kell mérnünk azt, hogy ki mit ígér. És hogyha mondjuk az agresszor többet vagy jobbat ígér, atomerőművet ígér, olcsó gázt ígér, amit aztán meg se kapunk, de ígér, akkor hát az agresszor az nem is agresszor. Akkor az agresszió az tulajdonképpen jogos biztonsági igény, amit ő megfogalmaz. Na most itt is vagy nagyon hasonló az, amit Emmanuel Macron előad. Miért kéne neki az Egyesült Államok és Kína között választani? Hát talán azért, mert ő Franciaországot vezeti, és nem pedig egy diktatúrát. Mondjuk azért is, hogy egymással szemben áll egy diktatúra meg egy demokrácia, egymással szemben áll, akkor ebben a szituációban egy demokrácia, ha érték alapon választ, akkor inkább a demokrata mellé áll, és nem a diktátor mellé áll. Mondjuk azért. Azt érzem, hogy hasonló a magyar nyilatkozatokhoz, amikor azt mondjuk, hogy mi nem avatkozunk más ország belügyeibe. Ugye már összekeverjük a külügyeket a belügyekkel, csak azért, hogy valakit kitakarítsunk innen. Ha valamihez nem szeretnénk, ha hozzászólnának, akkor az hirtelen belügy. Ha pedig valamihez mi nem szeretnénk hozzászólni, akkor az meg más belügye, és mi azt tiszteletben tartjuk. A fotók engedélykötelesek, tudod, mint amikor ezt kiírod a Facebookra, vagy az összejövésünkre nagyon büszke vagyok, de kérjük az újságírókat, hogy a magánéletünket tartsák tiszteletben, amikor válunk. Hát pont ugyanúgy, ahogyan mi magyarok bármit intézkedünk, és az mondjuk az az intézkedés, mondjuk a Putyinnal kötött védésdat szövetség, esetleg nem tetszik a nyugati tényleges szövetségeseinknek,
És akkor a magyar miniszterelnök ezt visszautasítja, mondván, hogy ne avatkozzanak Magyarország belügyeibe. Csak hogy ezek nem Magyarország belügyei, ezek Magyarország külügyei. És egyébként meg, amíg Magyarország az Európai Uniónak meg a NATO-nak a tagja, addig az Európai Uniónak meg a NATO-nak bizony Magyarország bizonyos belügyeihez köze van. Vagy ha nincs köze, akkor miért is kéne küldeniük az EU-s fejlesztési pénzeket? Akkor miért jár a pénz? Tehát akkor az, hogy ők pénzt küldenek, amit aztán Mészáros Lőrinc szétlop, az nem beavatkozás a magyar belügyekbe? Csak az, amikor mondjuk a jogállamisági kritériumokat határozzák meg, amelyeket Magyarország lépten nyomon megsér? A Putyinnak beolvasta már valaki, hogy ne avatkozzon Magyarország belügyeibe? Én is látom ezt a párhuzamot, amit itt most megmondtatok, de csak a ti konnotációtokon belül. Tehát, hogy amikor azt mondod, Robi, hogy itt Macronnak pillanatnyi érdeke, vagy hogy még nem látható, hogy ki mellé kéne állni, akkor tehát hívjuk ezt a jelenséget napraforgónak. Uh-huh. Én azért nem látom be, hogy ez feltétlenül egy ilyen napraforgó politika lenne, mert ezután a nyilatkozata után látva a reakciókat, értem, hogy ez most egy belpolitikai kérdés, amit én csinálok ebből a külpolitikaiból, de a hatalom megszilárdítása érdekében neki kifejezetten érdeke lenne ugyanez a magyarázkodás, amit ebben a magyar párhuzamban is megfigyelhetünk, hogy jaj, én mégse úgy értettem, hogy kevert fajúak. Uh-huh. De minden esetre de én ő is... beleállt. Ő beleállt, és ez nekem szimpatikus, mert ez nekem valamilyen szinten azt mutatja, hogy lehet, hogy a megúszásra játszik, de a megúszás mögött nem egy még lappangó politikai érdeket. Arról van szó, hogy az a szimpatikus, hogy a megúszásra játszik, de legalább a megúszást nem akarja megúszni, hanem a megúszásba viszont beleáll. Hát, hogy hisz a megúszásban, de most nem mondta, hogy ez nem egy jobb. De most nem mondta, hogy ez nem egy jobb, mint amikor azt mondja a Bödőcs, hogy nálunk itthon Magyarországon előadja a miniszterelnök, hogy harcban állnak a csapataink, harc, és amikor jön a harc, akkor jaj, bum-bum. Marco Rubio, amerikai republikánus szenátor fogalmazta meg az ellenérzését és a tiltakozását Emmanuel Macron kínai útjával és Tajvannal kapcsolatos nyilatkozatával szemben. Így fogalmaz Marco Rubio. Ha Európa nem foglal állást az Egyesült Államok és Kína között Tajvan kérdésében, akkor Amerikának sem kell állást foglalnia Ukrajnát illetően. És Marco Rubionak maradéktalanul igaza van. Maradéktalanul. Vagy van olyan, hogy nyugati civilizáció, vagy nincs olyan, hogy nyugati civilizáció. De olyat ne játszunk, hogy amikor európai emberek élete, biztonsága, demokratikus viszonyai, vagy jogállamisága kerül veszélybe egy diktatúra, vagy egy féldiktatúra, vagy egy tekintélyuralmi rezsim által, akkor Amerika legyen szíves tudomást nem venni az Atlanti-óceánról, viszont abban a pillanatban, hogy mondjuk távol-keleti országok biztonsága, távol-keleti népek szabadsága függ Amerika védelmétől, abban a pillanatban ott terem az Atlanti-óceán, és Európa már is szétteszi a kezét, hogy nekünk ehhez mi közünk? Hát mi egy egészen másik kontinens vagyunk. Tehát ha nincs Atlanti-óceán az oroszokkal szemben, akkor ne legyen Atlanti-óceán Kínával szemben sem, vagy legyen mindkettővel szemben. Lehet, hogy úgy méri fel, hogy hát az USA rendrakó kötelezettsége az a Közel-Kelettel, de főleg az oroszokkal szemben, vagy hát az egykori Szovjetunióval szemben áll fenn. Csak hogy Kínával szemben nincsen egy ilyen szuperhíró. Tehát mondjuk Japán nem tölti be a térségben a térségrendőrségnek a szerepét, mint ahogy mondjuk Afrikához sem tartozik egy külön Afrika rendőrség állam, aki meg ott rakna rendet. Tehát az USA az továbbra is világrendőrségnek tűnik. Az érdekes, hogy nem olvassa rá, nem ezt az amerikai, a Rubio, mit is mondtál, szenátor, ugye? Uh-huh. Hogy nem olvas, nem csak azt olvassa rá, hogy akkor Ukrajnával kapcsolatban sincs semmi dolga az Egyesült Államoknak, hanem nem azt mondja, hogy akkor Franciaországgal sem volt semmi dolga az Egyesült Államoknak a 40-es években. Tehát, hogy nem olvassa rá a felszabadító kártyát. Ja, de akkor érdekes, hogy akkor az ott fontos volt értékek mentén beavatkozni. Fontos volt megkülönböztetni De Gaulle-t Hitlertől. Ennek fontos volt, hogy ez a különbség Amerikából is látszódjon. De most, hát Tajvan, Kína, hát innen nézve ezek mind kínaiak.
Tulajdonképpen Kínának az jár, hát most az miért ne legyen egy ország? Hiszen kínaiak, nem? Na most Amerika is láthatta volna ezt így, hogy Hitler, De Gaulle, Churchill, hát ezek európaiak, játsszák le egymás közt. Tudod, persze, lehetett volna ezt így. Az a helyzet, hogy a Merkel távozása óta Putyin elvesztette az európai szövetségesét. És most nagyon úgy tűnik, hogy Macron ezt a megürült helyet beóhajtja tölteni saját magával. Ez az elvtelenség, amit ő most itt kinyilvánít, alig ha véletlen, hogy a magyar politika hallatlan érzékenyen és hallatlan lelkesen reagált Macron hitszegésére, és az sem nagyon valószínű, hogy Orbán Viktort megnyugtatja az a tény, hogy a Marco Rubio republikánus szenátorként viselkedik háborúpárti magatartást tanúsítva, és kéri számon Emmanuel Macront, aki meg hát egy büdös lipsi, csak jegyzem, hogy ideológiailag speciál a Marco Rubionak kéne sokkal közelebb állni a magyar troll politikusokhoz, hát úgy, nem pedig Emmanuel Macronnak. Úgy, aki a Marie Le Penből nézném ki ezt, amit most a Macron ad. Na igen, na igen, arról van szó, hogy most lehetséges, hogy egyszerűen az történik, hogy a Macron a Marie Le Pen ukrajnai háború során megfogyatkozott szavazóira is ráhajt ezzel. Mert hogy ő most azért veszít balról meg középről egy csomó-csomó szavazatot, és neki lassan ki majd azért előbb vagy utóbb újra meg kell méretnie magát. Alig ha kizárólag külpolitikai szándéka van ezzel. Egyrészt át akarja tematizálni a Macront illető diskurzust, ami most nagyon nem kedvező az ő számára, tehát most Macron az egy neoliberális gazember, aki tulajdonképpen valami olyasmit végez el Franciaországgal, mint amit Gerhard Schröder Németországgal, mint amit Tony Blair Angliával, Gyurcsány Ferenc Magyarországgal, vagy Bill Clinton az Egyesült Államokkal, tehát a baloldalinak tűnhet, de hogy valójában liberális, de a liberális nem emberjogilag, nem az emberek jogaira vonatkoztatva érti, hanem a cégek jogainak a védelmét látja el, és ilyen értelemben ő most egy nagy presztízsvesztésben van. És itt ő egyszerűen át akarja tematizálni az őt illető diskurzust, átlép a túlsó térfélre, és ezzel a politikai ellenlábasaitól próbálja visszaszerezni azokat a szavazatokat, amelyeket elvesztett mondjuk a baloldalon vagy középen. Nagyon hasonlóan, mint ahogyan Angela Merkel annak idején a Willkommens kultúrpolitikájával gyakorlatilag fölzabálta a riválisának, az SPD-nek a minden második szavazóját legalább. Tehát amikor Angela Merkel gyakorlatilag benyomult középre, és annyira átélhető módon volt PC, meg volt a bevándorlással kapcsolatban pozitív, és megengedő, és segítő, és támogató, hogy elette a kenyerét, gyakorlatilag elszívta a levegőt a szociáldemokraták elől. Hát valami ilyesmit próbál Emmanuel Macron, csak tehát itt a súlyos probléma, hogy Franciaországot kéne vezetni, ezzel bízták meg, nem a közvéleménykutatásokat. Lehet, hogy Franciaország politikája rá fog menni arra, hogy a Macron népszerűbb legyen. Lehet, hogy a Macron népszerűbb lesz, de Franciaország jelenleg megtagadja a szövetséget azoktól, akik felszabadították Hitler alól, sőt, akik már az első világháborút is segítettek nekik megnyerni, mert jelzem, hogy az első világháborút se nyerték volna meg az amerikaiak nélkül. De ebben is csak Magyarország mögött kullognak. Na, hát azért Magyarország azért az élen áll. Macronnak akkor mondhatjuk, hogy Tajvan a füle mögött. Jaj!
Jaj, van a füle mögött. Egyébként, hogy triggereljelek Robert, de közben azt hiszem komolyan is gondolom, hogy logikailag megalapozott, amit Macron mond az USA-tól való függetlenedéstől, hogy bár ők nem fenyegetően lépnek fel, mint Oroszország, de a függőség az egy kitettség, és mi nem a mezőgazdaságunkat, meg az elektronikai gyártásunkat, vagy a nem tudom, a gázimportunkat szerveztük ki, hanem a védelmünknek a túlnyomó részét. Ugyanakkor a kölcsönös függőség az egyfajta hidegháborúvá hűti a háborús indulatokat és lehetőségeket. Az önállóság és a szigetekre osztódás viszont lehetővé teszi az erőforrásoknak a felélését tényleges hadi állapotok viselésével. Tehát amint függetlenek vagyunk már, és amint hadilag is függetlenek vagyunk, annyira egymásnak tudunk ugrani, hogy a minden egyéb erőforrásunkat feléjük a háborúzásban, amit a függetlenségünk közben megtermeltünk. Én azt gondolom, hogyha a világrendőrséget széthordjuk, vagy így decentralizáljuk, abból csak több háború lesz, nem kevesebb. De ettől függetlenül egy logikailag megalapozott álláspont, hogyha körbekerítenénk Európát, akkor itt nem teremne meg minden, amire szükségünk van. De ez mondjuk gazdaságilag ugyanúgy igaz az Egyesült Államokra is, hogyha azt kerítenénk körbe, hogy se kisebe, akkor gyakorlatilag részben tőke, részben gyártási kapacitás, és valószínűleg jó részt bizonyos mezőgazdasági termények nélkül maradnak ők is. Manfred Weber, az Európai Néppárt német elnöke úgy fogalmazott, hogy az uniós államok elveszítik a hitelességüket, ha egyfelől szuverenitást követelnek Európának, majd minden gazdasági alkut megkötnek Kínával. A kínai vezetés nem fogja így tisztelni az európaiakat, mondja Weber, és tökéletesen igaza van. Ez a süketelés, ez a mellébeszélés. Na, így hangzott Emmanuel Macron beleállása, amit az imént Dávid itt hát úgymond imponálónak minősített. Hát, de ne érts félre, tehát nekem nem az álláspontja imponál, nekem a következetessége imponál az álláspontjával kapcsolatban. Na, hallgassuk a következetességnek a szólamát. Szövetségesnek lenni nem egyenlő azzal, hogy vazallusok leszünk, és nem jelenti azt, hogy nincs jogunk saját fejünkkel gondolkozni. Franciaország Tajvan státuszkójának fenntartása mellett áll, támogatja az egy Kína politikát és a helyzet békés megoldására irányuló törekvéseket. Mi ez a süketelés? Ha Franciaország Tajvan státuszkójának fenntartása mellett áll, akkor elveti az egy Kína politikát. Ha Franciaország támogatja az egy Kína politikát, akkor Tajvan megszállása kivéve mellett áll. Amennyiben úgy érti, hogy ő támogatja az egy Kína politikát, egyenlő akkora Kína, amekkorába Tajvan nem tartozik bele. Ja. Ő így támogatja. Jó, szélhámoskodik. És akkor ügyes. Szélhámoskodik, tudod. Vagy támogatja, de ezek kizárják egymást. Tudod, az ég vagy kék, vagy zöld. Terence Hill tudom idézni ide, ha fej enyém az egész, ha írás megfelezzük. Tudod, amikor úgy érzed, hogy nem teljesen oké ez a játék. Megfogtatom. Bruno Le Maire, a francia gazdasági miniszter, egyébként magyarázkodott Macron helyett, mert Macron azért nem, tehát Macronnak első számú azért mégiscsak a saját presztízse, úgyhogy ő kőkeményen beleáll, hogy nem leszünk vazallusok, meg jogunk van a saját fejünkkel gondolkodni. Nem az a baj, hogy a saját fejetekkel gondolkodtok, hanem hogy a saját identitásotokat elvetitek. Tudod, hogy csak spekuláltok. Ez itt a baj. Az a baj, hogy a hasznot spekuláljátok, hogy hol számoltok több haszonnal. Az a probléma, hogy itt az identitásotok mentén kéne dönteni, itt egy identitás döntést kéne hozni, nem pedig egy megtérülési spekulációt. Szóval Bruno Le Maire így fogalmaz: a látogatással kapcsolatban el kell kerülni annak félreértelmezését. Emmanuel Macron világossá tette kínai partnere számára, hogy Kínának el kell kerülnie Tajvannal kapcsolatban bármiféle katonai eszkalációt. Franciaország a helyzet békés rendezése mellett áll. Na most ez megint itt a békevágy, egyrészt a békevágy, ami emlékeztet a magyar politikai szólamokra, ami megemlékeztet a, hát hogy is mondjam, az orosz propaganda elvárásaira és igényeire. Másrészt meg hát a nem leszünk vazallusok önérzetes kiállása is, hogy jogunk van a saját fejünkkel gondolkodni a világról. Tajvan, jogunk van, igen, jogunk van Kínával
kölcsönösen előnyös megállapodásokat kötni, és természetesen támogatjuk Kínát abban, hogy egyetlen Kína van, és támogatjuk emellett Tajvant abban, hogy két Kína is van. Na, akkor ezt most mindenki ossza be magának. És ebből a nyilatkozatból csak egy következik. Csak annyi következik, hogy Emmanuel Macron egy gazember. Az következik belőle, hogy egy hitszegő gazember, aki most ravaszkodik, és aki tök hülyének nézi a nemzetközi közvéleményt. Azt gondolja, hogy ez majd nem fogják megérteni, hogy az egy Kína az Tajvan felszámolását jelenti, Tajvan státuszkójának a fenntartása, meg a nem egy Kínát jelenti. De most akkor ezt kérdezhetném Macronról, de Orbán Viktorról is, hogy mi más választása van a diplomatának akkor, ha mindenkivel jóba akar lenni, miközben azok nincsenek jóban egymással, csak a kétszínűség, hogy oda megy, jó képet vág hozzá, másikhoz is oda megy, ott elmondja az ott szépnek hangzó dolgokat, aztán hazamegy és törődik a saját belpolitikájával. Na, minden esetre Macronnal kapcsolatban teljesen megváltozott a magyar politika álláspontja. Teljesen megváltozott. Tehát már amikor az Orbánnal volt egy Macron-Orbán csúcs találkozó nagyjából egy másfél hónapja, már Bayer Zsolt azonnal leírta, hogy igen, úgy tűnik Emmanuel Macron, úgy tűnik Emmanuel Macronnak megjött az esze. Most meg már, hogy Emmanuel Macron 3 napos körutazást tett Kínában, és hitet tett az egy Kína elve mellett, most már Emmanuel Macron Európa élő lelkiismeretének, Európa lángoló fáklyájának tűnik fel, amit követnünk kell közösen, hogy Európa szuverenitása meg önállósága mellett. Természetesen abban Emmanuel Macronnak teljesen igaza van, hogy létre kéne hozni Európát, mert eddig megúsztuk. Létre kéne hozni egy közös adópolitikát, közös szociális politikát, közös diplomáciát, közös külügyet, közös hadsereget. Létre kéne hozni úgy a gazdasági, politikai uniót minden vonatkozásban, tehát még egyszerűbben úgy tudom ezt kifejezni, hogy folytatni kéne az integrációt. Tehát nem kihátrálni belőle, ami a magyar politika egyébként, a nemzetek Európájára hivatkozva, kvázi szabotálni az Európa projektet, hanem befelé, Európa felé az integráció fokozása, folytatása és végigvitele nyomán. Na most, amit itt Emmanuel Macron előad, hogy Európának ténylegesen meg kéne valósulnia, rendes szolidaritást kéne vállalniuk a gazdagabb régióknak a szegényebbekkel, nem csak leszívni azok munkaerejét, meg leszívni azokról a számukra használható javakat, ez pont ellentétes azzal, ami Orbán Viktornak meg Magyarországnak a terve Európával. Ez nem a nemzetek Európája, ez az Európai Egyesült Államok, amiről Emmanuel Macron beszél. Úgyhogy még mielőtt Orbán Viktor meg a kurzusa megvallaná Emmanuel Macront, mint Európa reménységét, esetleg gondolkodjanak el azon, hogy tényleg akarják ők azt az Európát, amit egyébként az alapító atyák megálmodtak, amit Konrad Adenauer meg Charles de Gaulle annak idején kitaláltak, mert az bizony a folyamatos integráció egészen az egyesülésig. Zalatnai Sarolta a napokban a Hot magazinnak adott interjúban árulta el, hogy tavaly februárban ittas vezetésért elvették a jogosítványát. Az énekesnő elismerte, hogy hibázott, vállalta is annak következményeit. Azt mondta, beismerem, hogy valóban történt egy ilyen eset, aminek következményeként 7 hónapra be is vonták a jogosítványomat. Mi több, képzésen is részt kellett vennem, és vizsgáznom is kellett ahhoz, hogy visszakapjam a vezetői engedélyemet. A lapnak azonban hangsúlyozta, azt azért leszögezném, hogy nem csatak részegen ültem volán mögé aznap, de még csak kapatos sem voltam. Ugyanakkor tény, volt némi alig kimutatható mennyiségű alkohol a véremben. Állítása szerint egy szülinapi bulin megevett néhány szem konyakmeggyet, de a pezsgőt visszautasította. Zalatnai hangsúlyozta, ez volt az első és utolsó kihágása. Megevett néhány szem konyakmeggyet. Nem kellett volna. De édes, megevett, jaj, hát de a pezsgőt visszautasította. De hát ilyen... a konyakmeggy, hát ez megbosszulta magát az a néhány szem konyakmeggy. Ilyen 37 éves Móriczka vicc magazinokban is már az volt a csattanó, hogy arra hivatkozik az itt a sofőr, hogy konyakmeggyet evett. Konyakmeggyet.
Hát már édességet sem szabad enni, már az is bűn. Itt szeretnék valamit felolvasni. 2 éve a németországi GSM Friedberg, franciás voltam, egyetem kutatója készített egy tanulmányt, amit mértékadónak szántak az európai rendőrségek számára. Ebben az állt, ahhoz, hogy egy SES tartalmazó csokoládéban lévő alkohol kimutatható legyen, 180 darab bombont kellene megenni 5 perc leforgása alatt. Nem, és de lehet, úgy tűnik sikerült. Történt. Hát itt a bizonyíték. És ha ez történt? Pont ez történt, hát különben nem mutatta volna ki a szonda. Azóta hisztamin érzékenységgel kezelik akkor. Azóta hisztam. Engem megtévesztett ez a történet, mert szerdán az Indexen olvastam erről, és akkor még csak ennyi volt ott, hogy mindig az egyenes út a legrövidebb, így meg sem próbáltam kidumálni magam. Ilyen az, amikor kidumálja magát. Meg, vagy megpróbálja. Meg ilyen értéknek beállítani azt, hogy de én nem akartam átverni a rendőrt, ezért kérem azért ezeket a pluszpontokat, tanár úr, és akkor hát, ha megvan az ötös. De ez utána hallottam ezt a konyakmeggyet, és akkor elkezdtem röhögni, és így összeolvasva most, hogy amikor megkérdeztét, fogyasztott-e alkoholt, elmondta, hogy megevett néhány szem konyakmeggyet, mint mondta, meg sem próbálta kidumálni magát a büntetésből. Így egymás után a kettő viszont már teljesen nevetséges, mert nyilván a Makács úr, mi minden körülmények között ott voltunk az operában, évből származik ez a konyakmeggyes mellébeszélés is. De most nem tudom, Dávid, te az előbb a Macronnál értékelted, hogy legalább beleáll a, nekem, engem, beleáll engem, a mellébeszélésbe. Engem ennek az esete kísértetiesen emlékeztet arra, ahogy így az utóbbi, nem tudom én, 1-1.5 évben kezdtem el megfigyelni, hogy hogyan reagálnak a köztudatban ilyen cancelölt hírességek a MeToo botrányokra. És azt vettem észre, hogy egy csomószor ők maguk próbálnak elébe menni a dolognak, és azt a magyarázatot adni, hogy de hát ez nekem még jó is. Ja, hát köszönöm, persze, hogy rámutat. Én egy jobb ember lettem. De itt ez történik. Hát így fogalmaz. Sokkal magabiztosabban vezetek, mert tényleg friss a tudásom. 1966-ban szereztem meg a jogsimat, és azóta igencsak sokat változtak a szabályok. Most legalább stabilak az ismereteim. Szóval van némi öröm az ürömben. Jó lecke is volt ez a kis intermezzo. Ilyet is csak egy táncdalénekes mondhat, hogy van némi öröm az ürömben. Na jó, de te tudod, ő ezt tulajdonképpen... Mondhatjuk azt is, hogy ő nem így tervezte, de hogy ez egy sikersztori, hogy neki elvették a jogsiját, és újra le kellett rakni, mert hát egy csomó tábla változott azóta, hát meg egy csomó szabály, hát ő ezeket nem tudta, hát így most még sokkal biztonságosabban vezet. Tehát tudod, valaki elkövetett egy kihágást, általában utána azt szokott lenni, hogy az illető talán nem való a volán mögé. És itt most sikerült kihozni azt, hogy valóbb a volán mögé, mint mielőtt kihágta. Alkalmasabbá hágta magát. Fú, Krisztián barátom küldött egy ilyen anekdotát, ami most eszembe jutott erről, hogy milyen jól alakult, hogy az elterelés vagy az újra keresztvizsgázás az most egy biztonságosabb zalatnai saroltát jelent az utakon. A következő a történet. Egy szegény embernek volt egy öreg lova, amellyel a földön dolgozgatott. Egy nap a ló elszabadult, és eltűnt a dombok között. A szomszédok sajnálatukat fejezték ki a szerencsétlenség miatt, mire az öreg csak ennyit mondott, szerencse vagy szerencsétlenség. Ki annak a megmondhatója. Egy hét múlva a ló visszatért a dombok közül egy ménes vadlóval, és amikor a szomszédok az öreg szerencséjén örvendeztek, ő csak ezt mondta, szerencse vagy szerencsétlenség. Ki annak a megmondhatója. Amikor a fia megpróbálta betörni az egyik vadlovat, leesett róla és eltörte a lábát. A szomszédok ezen sajnálkoztak, de az öreg csak ennyit szólt. Szerencse vagy szerencsétlenség? Ki annak a megmondhatója? Néhány hét múlva bevonult a hadsereg a faluba, és besoroztak minden épkézláb fiatalembert. Amikor az öreg fiát a törött lábával meglátták, lehagyták a névsorról. Szerencse volt ez, vagy szerencsétlenség? Ki annak a megmondhatója? Azt, hogy te neked éppen szerencséd van, vagy szerencsétlenséged, csak sokkal nagyobb időtávlatban lehet megmondani. Én a világ legszerencsétlenem, legnyomorultabb emberének éreztem magam akkor, amikor nem vettek föl a jogi karra, mert lemaradtam néhány ponttal. És aztán mai eszemmel
Én örülök, hogy bölcsészkarra mentem, és hogy végül magyar törit végeztem, és hogy nem a jogi egyetemet végeztem. Ez szinte biztos, hogy valami nagyon hasonló munkakörben helyezkedtem volna el utána, egy olyan diplomával, amit sokkal, de sokkal nehezebb lett volna megszerezni, jó eséllyel beárnyékolta volna a 20-as éveimet az a jogi egyetem, meg annak az ahhoz tartozó elvárások, meg vizsgák. Nem, tehát most így utólag én nem bánom, hogy jó pár barátom, ismerősöm végezte el a jogi egyetemet, és nem egy van köztük, aki jogász lett. És valami 6 vagy 7 olyan, amelyik nem lett jogász. Mert nem tud, tehát annyi jogászt képeztek, mert ugye a szülők jogásznak akarták adni a gyereküket, mert az egy sikerszakma, meg azoknak mindig meg lesz a kenyerük. És akkora túlképzés lett jogászokból a rendszerváltást követő évtizedekben, hogy hát nem kénytelenek voltak politikusnak állni. Nem tudtak már elhelyezkedni jogászként, ezért aztán kénytelenek voltak egy új alaptörvényt írni nekünk, már jogászok ehhez értenek, és hát így élünk most ebben a virágzó demokráciában. Nehéz egy pontot azonosítani az életedben, amiről egyértelműen ki tudod jelenteni, na azt bánom, vagy pedig az okozta a szerencsémet, mert oda is vezetett valami. Tehát tudod, hogy eleve most egy kicsit eltértünk a tárgytól, de mindegy, ezt már elmondom. Na, tehát, a konyak megy a tárgy egyébként, az alatnai csak oldalágon nevezett. Jó, hogy sokszor felszokott ez jönni, hogy szerintem egyébként ez egy nagyon immorális dolog, és a következményével se tudunk így számolni, hogyha a csecsemő Hitlert megölhetnéd, mit csinálnál? És az az igazság, hogyha ez bárki megtenné, lehet, hogy nem ülnénk itt semmelyikünk. Az lehet, hogy nem ülne itt semmelyikünk, de attól még nem biztos, hogy ez egy rosszabb világ lenne. Mert tényleg azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az evolúció csúcsai? Az volt az egész történetnek a célja, hogy mi itt hárman üljünk, és akkor nem ülnénk itt, és az egész történet kisiklott volna egy olyan irányba, hogy valaki más ülne itt? Na, ilyet nem játszunk. 3 majom. Akiből a Robi biztosan nem a nem beszélek. És én annyival bölcsészebb vagyok, mint te, hogy nem végeztem el az egyetemet. Nagyon szép eredmény eddig. A konyakmegyről beszéljünk már külön, mint jelenségről, hogy milyen buliban volt Zalatnai Sarolta, ahol konyakmegyet szolgálnak fel. Tehát, hogy rettenetesen rossz ízlésű dolog ez a aranypapírban konyakos akármi. Ezt még talán megpróbálta kimenteni a sorsából ez a Cherry Queen, ami az egyetlen dolog, ami kilóg a Ferrero univerzumból. Ugye a Kinder tojás, a Nutella, a Ferrero Rocher, a Raffaello, ez mind a Kinder tojás külsejéből vagy belsejéből összerakott valami. Tehát olyan, mint a mexikói kaja, hogy nekem mondhatod, hogy taco, meg burrito, meg de hogy ugyanazt eszed, csak máshogy hajtogatod. Meg tovább sütöd. De tudod, hagyma, paradicsom, kukorica, meg halott állatok. Hogy a konyakmeggyel viszont, már szerintem az a monseri, vagy mi, ja, akkor nem a, mit mondtam az előbb, hogy az egyszerűen nem fér hozzá ez a mogyorókrémes világhoz, meg ahhoz a fehér csokis valamihez, hogy jutott ez eszükbe ugyanannál a cégnél, de még az megpróbálta. De miért, hogy kitaláltak még valamit? Ezért kéred őket számon? Igen. Kiestek a műfajukból, de... De nem estek ki a műfajukból, mert édességet gyártanak. Azon kívül az a konyakmegy, ha ezt mondod, hogy konyakmegy, akkor én elképzelek egy olyan átlátszó műanyag hengert, amiben ilyen szalagavatós virágokat is szoktak árulni, és egy ilyen ápisz sarkában egy 400 darab konyakmegy bele van rakva, van egy tető rajta, és ilyen cellukszal le van zárva, és ezt 990 forintért így megkapott. Így ezt gondolom én a konyakmegyről. Zalatnai Sarolta még csak azt sem vállalta fel, hogy biztos úr, imádom az édességet, vettem egy doboz konyakmegyet, és megettem. Kapta. Hanem megkínáltak. Kérem engem, megkínáltak konyakmeggyel és pezsgővel, és biztos úr, én a pezsgőt visszautasítottam, mert felelősségteljes sofőr vagyok, és hát a konyakmeggyet nem bírtam visszautasítani, és vettem 2 most szemet. Muszáj volt, lehet, hogy mondhatta volna azt is, hogy konyakmeggyet a magam jogán megettem, de nem, hát kínáltak, és hát biztos úr, hát megsértődtek volna, nem lehet
lehet visszautasítani a pezsgőt is, meg a konyakmedgyet is, mert akkor azt hiszik, hogy rossz embernek tartom őket, akik kínálnak. Mert hát akkor... valamit választanom kellett volna. Biztos úr, a pezsgőt kellett volna választanom. Most mondja biztos úr a pofámba, a pezsgőt kellett volna. Ezt mondhatjuk úgy is, hogy lehet, hogy valaki az alatna így zsarolta. Vagy te helyettesítesz engem, mint Dávid, nekem most már tényleg konyakot csempészett a csokiába. Valaki beletett valamit a drogomba. Én elképzelem ezt a vad bulit, ahol tudod, nem tudom, aranytárgyakat szórnak, meg órákat, meg ledérnőket szanaszéjjel, hanem a Gombóc Artúrnál olyan házi buli van, hogy csokoládét szívnak fel a Dobman seggéről, és az alatna is sarolta, és csak meg akarta nézni az alján a lejárati idejét, de olyan közelmet, hogy a szemgolyójához hozzáérintette, és akkor jött egy vakkomondor, és ez okozta az egészet. Beleesett, és akkor hirtelen vezetnem kellett, mert szültem. Lehet, hogy ő csak szólt valakinek, hogy hozzon csokit, és hoztak, csak félreértették. Olyan szörnyű egyébként, most röhögök ezen, hogy szerencsétlen vagy szerencsés. Ki annak a megmondhatója? Zalatna is arolta, maga hozta szóba ezt az esetet a Hot magazinban. Tehát érezte, hogy coming out-olnia kell. Meg hát ez a sztória volt, amivel be tudott kerülni a sztár magazinba. A csillogó sztárok. Meg én erre mondtam azt, hogy emlékeztet engem erre a MeToo-ra, hogy elébe kell menni, hogy még mielőtt kiderül róla, én magam hozzam fel. De akkor ez is valahogy tökös, nem? Hát, hogy a tökéletlen, a taktikai húzás. A tökéletlenség ligájában ez tulajdonképpen tökös. De tudod, a tökéletlenek közt. Ugye Amerikában legalábbis az államok nagy részében nincsen olyan zéró tolerancia, mint nálunk. Egy 0,1-2 ezreléknyi alkoholtartalma amúgy is van a szervezetnek, mert gondolom, hogy Mi van? Alkoholtartalma a szervezetnek? A véred, igen. Alkohol? Alkohol. Tehát a te szervezetedben a cukor... 0,5 ezrelék. Te szervezetedben a cukor már elkezd átalakulni alkohollá? Hát, hogyha az igen. Nem, akkor más, de különböző... Van olyan, szerintem a diabetesnek is van olyan tünete, amilyen ecetes, vagy alkoholszerű lehellet, vagy bőrillat. Tudod, tehát a vércukor folyamatosan alakul át alkohollá. Természetes módon a szervezetben alkohol. Valamilyen módon. Kénytelen lenne, hiszen bizonyos dolgok abban oldódnak, tehát hogy használ a szervezeted alkohol, de 1-2 ezreléket, 0,1-2 ezreléket. A határérték meg 0,5 ezrelék ennek a 2,5-szerese durván. De hát ha megeszem 2-3 másik embert, akkor már nem vezethetek autót. Így van, vagy akkora ikrekkel vagy terhes, mint te magad. Vagy hát mint tú magad. Köszönöm, Dávid, tiéd a szó. Amerikában megihasz nagyjából 2 sört, 2 pohár bort, de itt ugyan a poharat nem úgy értjük, ahogy Éva, hogy korsóból iszza a pezsgőt. De az 2 korsó sör? Nem, hanem 2 ilyen 0,33-as dobozos mondjuk. A 2 korsót. Én attól már be tudok rúgni egyébként. Hát koreaiak nagy része is, vagy sokan máshogy viszonyulnak az alkohol lebontáshoz. És akkor viszont te vezethetsz berúgva Amerikában. Egyébként nagyon érdekes. Nem berúgva, nem. Pontosan úgy van meghatározva. Azt mondja, hogy ő annyitól már be tud rúgni, ami a határérték. Bocsánat, ebben az esetben. Ez az érotolerancia kérdés egyébként is érdekes, mert én ezt nem tartom egy rossz dolognak, ugyanakkor arra például nem feltétlenül van semmilyen szabályozásunk, hogy miután ledolgoztál 20 órát, és tényleg 36 órája nem aludtál, nem ülhetsz volán mögé. Na igen, ez érdekes. Tehát, hogy az állapotodat, a véralkohol százalékod nem feltétlenül tükrözi, vagy az is lehet, hogy megittál rengeteget 6 órával ezelőtt, most már teljesen oké vagy a vezetés szempontjából, de a laborvizsgálatod, vagy mondjuk akár a leheleted, az kimutatná, hogy ez most nem legális. Miközben orvosokat, tűzoltókat képesek vagyunk heti 80 meg 110 órában dolgoztatni, vagy legalábbis egy ideig legálisan meg lehetett ezt tenni, most pedig illegálisan lehet megtenni, és ezt meg nem kérjük számon, hogy hazafelé akkor ő autót vezet. Hát aki vezetni akar, az ne igyon alkoholt, főleg egy országot, ez Gyurcsány Ferencnek üzenem. Megszületett a jogerős döntés Galambos Lajos halasztási kérelmének ügyében. Már biztos, hogy börtönbe kell vonulnia, írta a 24.hu. Galambost 3 év 6 hónap szabadságvesztésre és 4 év közügyektől való eltiltásra ítélte tavaly decemberben a Budapest környéki törvényszék a gáz, víz és áramlopási ügye miatt.
A zenésznek február 15-én kellett volna jelentkeznie a büntetésének letöltésére, de január 30-án halasztási kérelmet nyújtott be az egészségi állapota miatt. A kérelmet elutasították, ami ellen fellebbeztek. A másodfokon eljáró Budapest környéki törvényszék nem tartotta megalapozottnak a zenész halasztási kérelmét, ezért helyben hagyta az elsőfokú bírósági döntést. Ez azt jelenti, hogy a zenésznek most már biztosan börtönbe kell vonulnia. Ellenállhatatlan ez a sztori. A magyar bulvár sajtó szinte soha nem látja el a maga funkcióját. De a bulvárt azt arra találták ki, és jobb helyeken, hogy Fábri Sándor fogalmazott, szerencsésebb történelmi fejlődésű országokban a bulvár leleplezi a sztárokat. Nem futtatja őket, hanem leleplezi őket. És olyankor kiderül, hogy ők is büdöset szarnak, kiderül, hogy ők is olyan hitványak, kabzsiak, élvetegek, hazugok romlottak, mint a kisember. És a kisembernek ez hallatlan nagy élmény, hogy onnan föntről, a hatalmas Olimposz tetejéről ezek az istenek, vagy félistenek, ezek a csillogó sztárok lezuhannak, de nem oda, ahol én a járda szinten járok, hanem mellém az árokba. Oda le! Ahova én nem mennék le, mert nem vagyok egy állat, se patkány, ő oda esik le. És ez ellenállhatatlan. Most Magyarországon szinte soha nem történik meg, mert a bulvár nem érdekelt ebben az élményben, mert nálunk a bulvár is ilyen provinciális. Ilyen langyos, és itt senki nem vállal kockázatot, még azzal sem, hogy leleplezzen sztárokat, hiszen az munka lenne. Kilesni csillogó sztárokat, ahogyan éppen nem csillognak, hanem éppen csalják egymást. Az munka lenne. Nyomozni kéne. Meg elbújni, meg fotózni. Hát ki szeret itt dolgozni? Inkább a sztárnak, a csillogó sztárnak a menedzsere hívjon föl minket, hogyha van valamijük. Mondjuk utaztatok? Na mi történt? Van képetek? Küldjétek. És akkor ilyen, ezzel van feltöltve a bulvár felülete, a külsőségeiben bulvár, de valójában ezt a funkciót nem látja el. Ezért ez is ki lett szervezve a jóistenkének. Ezt itt el kell végeznie a történetnek, a sorsnak, a valóságnak. A valóságra van bízva, hogy legyártsa ezeknek a hatalmas és csillogó sztároknak a csillaghullásait. És itt és most a történet, mert hát ha az ember nem végzi, akkor majd az Atya Úristen elvégzi. Elvégezte a bulvár helyett ezt az élményt. Nagyon ritkán fordul elő. Ilyen élmény volt az, amikor a császár előd halálos autóbalesetet okozott. Hát nem teljesen tisztán. Ilyen eset volt az, amikor a Bakács Tibor settenkedő szalámit lopott. Ilyen eset ez is, amikor Galambos Lajos áramot lop, és ezért börtönbe vonul. Tehát ezek az emberek a szórakoztatóipari elitnek a tagjai voltak. Egyáltalán, mert tud, egy autóbaleset bedrogozva, azt gondolom, hogy az, ami ott történt a császár előddel, az következett az egész császár elődségből. Abból a fajta megéléséből az isteni mi voltának. Abból a teljesítmény nélküliségből és abból a teljesítmény nélküliségre felvett hallatlan kulturális kredit mértékből és mennyiségből, amit ő ott a 90-es években bitorolt, gyakorlatilag következett egy ilyen eset, ami történt. Az a császár előd az jóformán kiáltott azért, hogy bélyeget süssön rá a társadalom. És végül is aztán megkapta a bélyeget, de sajnos nem azért, ami a császár elődnek a kulturális hatása, pedig azért kellett volna, hogy kapja, tehát megkapta amúgy a köztörvényes következmények nyomán. Na most a Galambos Lajossal meg a Bakács Tibor settenkedővel más a helyzet. Ott azt érzi az ember, hogy olyan fényesen megfizettek titeket, hogy mi csak álmodunk, mi a kis emberek csak álmodunk arról a pénzről, amit ti fölvettetek, amikor a tévében parádéztatok, főműsoridőben. Az ünnepelt sztárok voltatok. Ha csak a 10 forintból 1 forintot félreraksz és 9-et elversz,
most nem kéne áramot lopnod, most nem kéne szalámit lopnod. De te minden fillért elvertél abból, amit kerestél, mert azt hitted, hogy örökké tart a királyság. Azt hitted, hogy nélkülözhetetlen vagy. Elhitted, hogy azok a kulturális kreditek, meg azok a hallatlan pénzek, amiket kapsz, azok a lajcsiságodért járnak, amit nem lehet mással betölteni. Azok a Bakács Tibor settenkedőségedért járnak, amit nem lehet mással betölteni. És tudod, az a tény, hogy egy fillért nem tettél félre, mert meg voltál győződve arról, hogy mindörökké te leszel az, mert pótolhatatlan vagy mással, és aztán később lehet, hogy nem is kellett pótolni téged mással, hanem maga az a kulturális helyi érték vonult ki a nyilvánosságból, amit te betöltöttél. Mert hogy nem, hogy te nem voltál nélkülözhetetlen, hanem az a kulturális szerep, amit betöltöttél, sem nélkülözhetetlen, hanem egy tök más formátummal, egy tök más szereplővel, vagy egy tök más kulturális élménnyel már rég kiváltottuk. És tudod, akkor jössz rá, a fejedhez kapsz, hogy úristen, hát akkor ez egy ilyen múlékony királyság volt? Nagyon érdekes, amit mondasz szerintem a bulvárnak a helyzetével kapcsolatban, és én itt felfedezni vélek valamiféle összefüggést, hogy itthon Magyarországon a bulvár nem akarja lejáratni ezeket a celebeket, itt ők maguk járatják le saját magukat. Ez nem pont egy olyan összefüggésben kapcsolódik egymáshoz, hogy amikor nem kell attól félned, hogy a bulvár lejárat, akkor kevésbé vagy óvatos. Tehát evolúciósan nincs belétkódolva annak a ténye, hogy nekem itt vigyáznom kell, nekem nem szabad áramot lopnom, hiszen akkor ezt valaki le fogja hozni, és így belesétálsz nyitott szájjal ebből most hogy... Bélisz erdőben. Igen, az erdőben. Nem tudtam, hogy vágjam ki magam. És nem mondd azt, hogy fasz, és akkor megoldódik. És akár a közéleti perszónádat tekintve, akár hogyha most ilyen evolucionista szemmel próbáljuk megnézni, tényleg belesétálsz egy darwin-díjas halálba. A nagy szerepe van ezekben a népkegyelem elvesztésének is, tehát aki vereti, nem gondolom, hogy a Lagzi Lajcsi verette, de hogy tehát aki látványosan költi el a 10-ből 10 forintot, hogy a pofádba dörgöli, az annak a bukását egy picit nagyobb élvezettel nézik. Ugyanakkor nem csak a bukást nézik nagy élvezettel, hiszen egy Susan Boyle és hasonlók felemelkedését is. Tehát, hogy az emberek számára ez a liftezés az, ami nagy élmény, és szerintem ebben többet gyönyörködnek, mint az ugyanazon az emeleten tengődésben, az álló csillag jellegben. Jó, csak ez nincsen így, mert a senkiből valaki élményt, azt sztárgyárak tömege gyártja le a hétköznapokban a nézőnek. Tehát azt, hogy följöttem a kis falumból távolsági busszal, és országosan híres énekes pacsirtalány leszek, ez az évről évre legyártott élmény. De az, hogy fönt voltam a csúcsok csúcsán, én voltam az elit kiválasztottja, én voltam az, aki estéről estére ott volt a képernyőn, és onnan csúsztam le a semmibe, és most távolsági busz kullogok haza, az év tizedenként történik meg egyszer, és nem a bulvár, nem a szórakoztatóipar gyártja le nekünk, hanem ezek a nyomorult celebek gyártják le magukból nekünk, ezért ez sokkal nagyobb élmény. Itt nem a közkegyelemről van szó. Az emberiségben kialakulna ez a kegyelem, csak tudod, ez az élmény, ez annyira ritka, hogy amikor megtörténik, olyan ritkán tüzelnek ezek a receptorok, hogy ellenállhatatlan. A két dolgot figyelnék még meg. Az egyik az, hogy azt kérjük számon, hogy mi az, hogy egész nyáron hegedült, ugye nem tett félre, miközben a hegedülésért fizettük. Tehát, hogy ez nehéz ügy. Így. A hegedülésért fizettük, de tudod, nem kellett ott volna találni. Ott is 9 hegedülés, tudod, egyrészt hangja. Igen, tudod, ti 10 hegedülésből egy részt meg lehetett volna tartani. Ja, szintén zenész. A másik pedig, hogy a csillaghullás azért az ugye nem csillagokkal fordul elő. Tehát csak ez is... Hát igen. De ez az nem csillaghullás értem, olyankor... De értheted a Lagzi értheted a Lagzi Lajcsira. Egész nyugodtan értheted a Lagzi Lajcsira. Ami lezuhan az égről, az alig ha csillag.
Egy friss kutatás eredményei szerint a nyugodt, kevesebb idegi aktivitással működő agy lehet a hosszú élet kulcsa. A Harvard Medical School szakemberei a Nature című folyóiratban publikálták vizsgálatukat, amely során olyan emberek agyszöveteit analizálták, akik 60 és több mint 100 éves kor között hunytak el. Arra jutottak, hogy a leghosszabb életű alanyok esetében az idegi aktivitással összefüggő gének szintje rendkívül alacsony volt. Kutatásunk során kiderült, hogy a naponta többször beiktatott nyugodt időszakok, legyen szó akár meditációról, pihenésről vagy alvásról, ugyanolyan fontosak az agy egészséges működése is az élettartam szempontjából, mint az aktív mindennapok. Én saját magam azt fogom mondani, ha megérem a 100 évet, és megkérdezik, hogy Oszi bácsi, hát mondja már el nekünk is, mi a hosszú élet titka, és ilyenkor Oszi bácsinak úgy kell tennie, mintha Oszi bácsi tudná, és azért élt volna 100 évig, mert ő tudja, miközben kételkedem ebben, akkor azt fogom mondani, hogy ne álljatok le a gondolkodással, hogy ne menj igazán nyugdíjba, vagy akkor utána dobj föl magadnak szellemi labdákat, vitatkozz, beszélgess, különben azt hiszed, hogy végeztél a feladatoddal, és akkor úgy leállsz. Na de milyen tanácsokat mondanak mások? Mi a hosszú élet titka? Szerintem senki nem tudja, mégis aki elég öreg, az kap egy labdát, hogy elrúghassa és mondhasson valamit. Churchill 91 évig élt, és hát eléggé egészségtelen módon. Tehát, hogy ő aztán így nyakalta. Hát, a mumifikálódásban hitt akkor, nem? Vagy minek hívjuk azt, hogy alkohollal kitömöm magam annyira, hogy nyakalta a viszkit. Csak szerintem konyak megyet evett. Ja, bizonyára. Meg hát ő azért eléggé sokat szivarozott, tehát azért már legalább 3 vagy 4 különböző halálos betegségben minden számítás szerint meg kellett volna halni a legkésőbb 70 évesen, ehelyett 91 évig élt, és hát kérdezték tőle, hogy mi a hosszú élet titka. És Churchill mondta, hogy csak semmi sport. Sőt, hát a Hawkingnak is sokkal kevesebbet jósoltak, mint amennyit végül élt. Azt mondták, néhány éven belül meg fog halni. Mondták ezt mondjuk 19 és ő egyébként nagyon, nagyon jól megtartotta azt, hogy csak semmi sport. Jó, de neki könnyű volt. A Churchillnek viszont azért valamilyen módon meg kellett tartóztatni magát. A Churchillnek is egyre nehezebb volt. Lehet egyébként, hogy fordítottan állarányosságban, vagy valamilyen reciprokális viszonyban van az élet hossza és a minősége. Ez nem azt jelenti, hogy egy 100 éves élet az ne lehetne 98 évig jó, és csak idézőjelben csak 2 évig nehéz a végén, de gyakrabban tudom azt elképzelni, hogy egyre kevésbé olyan, mint fénykorodban, és aztán abból is jut neked 25 év mondjuk. Hogy ebben az esetben a hosszú élet titka az, hogy jó legyen. Érted? És hogyha mindenkinek végül is ugyanannyi jut, valakinek egy rövid, de nagyon tartalmas, lásd 27-es klub, valakinek meg egy hosszú, de unalmas, akkor tulajdonképpen, akkor nem is a fájdalom és a szenvedés a hosszú élet titka, hogy akkor lesz hosszú, ha igazán rossz, ugye milyen rossz pocsék itt a kaja, és milyen kicsik az adagok alapon, hanem az unalom. Ha annyira unalmas életed van, nem kell, hogy fájjon, csak mindenki unja rajta halálra magát, na akkor fogsz 100 évig élni. Persze, ez se igaz. A Kőhalmi azt mondta egyszer, hogy nem azért van, hogy az idősek olyan nyugodtak, mert időskorodra megnyugszol, hanem azért, mert aki nem nyugodt, az nem él addig, hogy idős lehessen, hanem sokkal korábban meghal. Na most én azt gondolom, én ezen gondolkoztam sokat, hogy de nem tudom bebizonyítani, hogy ez a hosszú életnek a titka, viszont azt gondolom, és erről szeretnék beszélni, hogy a nyugalom az mindenféleképpen valamiféle szeretetből fakad. Én saját magamon elkezdtem megfigyelni azt, hogy amióta ilyen hát az eddigieknél sokkal több szeretetet kapok a magánéletemben, azóta sokkal könnyebb az, hogy minden külső tényezőt csupán egy véleménynek kezeljek. Tehát amikor jön valaki, és akár, mit tudom én, beszól, anyázik, vagy ír egy esszét arról, hogy én mennyire nem vagyok szimpatikus, vagy egy átlag önkényes mérvadó kommentelő a YouTube-on, akkor ezek a dolgok engem nem tudnak megviselni, mert az az érzésem, hogy ezektől az emberektől nekem nincs szükségem semmire. De hogyha nem kapnám meg ezeket, hogyha nem lenne az életemben
egy-két olyan ember, aki etet, italt, ruháztat, akkor úgy kéne az utcán mennem, úgy kéne az emberek közül, hogy nekem mindenkitől, jobban mondva bárkitől van egy igényem arra, hogy etessen, itasson, ruháztasson, nyilván a szó átvitt, vagy a kifejezések átvitt értelmében. Hát valami ilyesmit említettünk meg, nem bárkitől, hanem bárkitől, hogy neki kell a visszai, vagy kellett a visszaigazolás mindenkitől, hiszen egészen közelről, amikor ez igazán fontos volt, vagy felnövekedőben volt, akkor nem kapta meg annyira, hogy elégedett legyen vele. Aztán, hogy ez a mennyiséggel függ össze, vagy, hát, vagy ő vágyott volna többre. Tudod, aki a világ szeretetére szorul, az alig ha kapta meg onnan, ahonnan az úgy természetes lett volna, vagy kellő lett volna. Na így. Azt mondja Feri, a hallgatónk, hogy sok mindent csinálni és megélni, ez lehet a kulcsa a hosszú életnek. Úgy a 30 is teljes tud lenni, anélkül a 100 is tök felesleges. Hát én nem tudom, hogy a 100-at attól éled-e meg, hogy mindenfélét csináltál, de akkor ő pont az unalom ellentétét mondja, hogy mi, és igaza van, minek éljek 100 évig, ha 30-at se tudtam megtölteni vele, de közben meg miért az az elvárásom, hogy az ember töltse meg az életét, miért ne élhetne valaki 100 évig, miért én akarom megmondani, hogy az mennyire legyen tele? De miért ne élhetne valaki 100 éven keresztül nagyon mozgalmas és mély és tartalmas életet? Tehát ez nem egy közlekedő edény, hogy minél rövidebb az élet, annál tartalmasabb, minél hosszabb az élet, annál tartalmatlanabb. De nincs ilyen összefüggés. Ott van Bob Dylan. Minden paramétere alapján fiatalon ki kellett volna, hogy nyírja magát. Aha. De ennek ellenére még ma is él Bob Dylan, és ma is alkot Bob Dylan. Szerintem nincs előadó, aki annyi nagy lemezt jelentetett meg, mint Bob Dylan. Nincs olyan előadó, akinek annyi korszaka volt, meg akkora hatással lett volna a kultúrára, mint Bob Dylan. Most a legutolsó időkben már Bob Dylan podcastot gyárt, és kvázi rádiózik, mint mi. Annyi mindent csinált az életében, és nem hiszem, hogy kevésbé lenne tartalmas az élete, és akkor vele szembe lehetne állítani mondjuk a Jim Morrison-t, aki fiatalon meghalt, de hát az ő élete az mennyire tartalmas, meg mennyire intenzív. A Jim Morrison is élhetett volna pontosan ugyanennyire intenzív életet, sokkal tovább, ha nem hal meg ott, és akkor honnan tudjuk azt, hogy ha Jimi Hendrix nem fulladt bele a hányásába abban a buliban, ami végzetes lett, akkor a Jimi Hendrix nem él még ma is, és nem jelenik meg még további 50 Jimi Hendrix album, amik jobbnál jobbak. És lehetett volna a Jimi Hendrixből akármi, csak ott és akkor kellett volna valaki, aki félre oldalra fordítja a fejét, hogy a hányadék kifoljon, és kész. A Bob Dylan 1969-ben volt 27 éves, tehát, hogy addigra ő már abszolút képben volt. Tehát fel lehet, talán el lehet sütni egy olyat, hogy lehet, hogy pont annyira volt tartalmas Bob Dylan élete 27 éves koráig, mint Jim Morrisonnak. Mm-hmm. És így meg is dől az, hogy Jim Morrison 27-ig annyit sűrített bele, mint mások vagy más sztárok egész életükben. Ez egészen hasonlít ahhoz a konfliktushoz, ahhoz a belső konfliktushoz, amit én magamban szoktam érezni azzal kapcsolatban, hogy hogyan költsem el a pénzem. Kiben éreznéd? Most mondtad, hogy belső konfliktus. Igen. Na, mert amikor éppen van, akkor itt valamit előtérbe kell helyeznem. És értem, hogy lehet tartalmasan hosszú életet is élni, de hogy bennem az szokott lenni ez a vívódás, hogy amikor van, akkor most elköltsem Legóra, vagy vegyem meg a Hogwarts Legacy-t, vagy mit csináljak ezzel, hogy teremtsek egy okot, ami maga a szórakoztatás, de hogyha ezt most nagyon át akarom vetíteni, akkor amiért élni érdemes, vagy vegyek belőle zsömlét, és osszam be, hogy fogok ebből én 31 napon keresztül kijönni, és azt helyezzem előtérbe, hogy én most csináljak valamit, ami pedig alapfeltétele az életnek. Tehát most nem tudom, értitek, amit mondok, hát, hogy verjem el 10 nap alatt. Most szerinted melyik a helyes? Azt nem tudom, azt tudom, melyiket tényleg, szoktam csinálni. Igen. Pedig hát nem azt kéne. De én nem tudom, mi az a Hogwarts Legacy, gondolom Harry Potter-es valami, de... Mindegy, valami fölösleges. Nem az, egész jó játék. Örömet okoz, tehát egy játék. És a Lego is egy játék, ami ráadásul nem olcsó. Nem. De valójában ebből egy hónapig eszik az ember, vagy lehet... Építek sajtburgert. Aha.
Hát na, ez érdekes kérdés. Azt írja Krisztián, hogy állítólag egy decipálinka reggel erősíti a szívet, egy pohárból ebéd mellé vérképző, egy üvegsör este pedig tisztítja a veséket, és jól is alszol tőle. Mondjuk én 6 éve egy kortyot sem iszom, ez is mindig gyanús, hogy miért, szóval picit izgulok a nyugdíjam miatt. Az, hogy a hosszú élet titka micsoda, arra szoktak olyanok jönni, hogy testmozgás. Tehát, hogy Churchill-el pont ellentétben, hogy a sport. Én ezt elhiszem. A nyugalom mindenképpen. Bármi, ami öregít, tehát mondjuk valószínűleg a állandó napozás, vagy a kimerítő dolgok, a nem megfelelő mennyiségű alvás, ennek nyilván van alapja. Aztán különböző nyomelemek, vitaminok hiánya. Ezt is el tudom képzelni, hiszen jön belőle egy, nem tudom, egy csontritkulás, vagy egy ízületi betegség, vagy érrendszeri lerakódás, és egy csomó kockázat. Ugyanígy az étrend, el tudom képzelni, hogy nem el tudom képzelni, teljesen világos, hogy összefügg azzal, hogy növeled az esélyeidet egy hosszabb életre, de nem megfejtés, hiszen bármikor átmehet rajtad egy busz, meg egyébként kaphatsz egy mást érintő betegséget. Tehát te nagyon vigyáztál mondjuk, hogy a étellel ne vigyél be semmi olyat, ami emésztőrendszeri, érrendszeri megbetegedést okoz, és akkor ezzel szemben valami teljesen más mondja fel benned a szolgálatot, és akkor onnantól kezdve idézőjelben hiába vigyáztál. Láttam én is ilyen 90 éves napi egy doboz cigit elszívó öregasszonyt. Sőt, és így vakarom a fejem. Múltkor néztem. Nem, hát ez itt arról van szó, jó, hogy a tüdőrákot is egy gén okozza. Ha annak a génnek besegítesz az egész életedben zajló dohányzásoddal, akkor megcsinálod magadnak a tüdőrákot, de ha nincs benned az a gén, akkor dohányozhatsz, amennyit akarsz. Mondjuk ahhoz kell tudod, van a szív- és érrendszeri megbetegedés, ahhoz is gén tartozik. Azt is elősegíted a dohányzással. A tüdőrákhoz is tartozik gén. Bizonyára a gégerákhoz is tartozik gén. De ugye a dohányzás az egy olyan szokás, amihoz legalább 3 vagy 4 különböző olyan génszekvencia tartozhat, ami halálossá teszi. De ha ezek egyike sincs, akkor dohányozhatsz nyakra fűre. És lehetséges, hogy hamarosan ez kimutatható lesz, és akkor megkapod, tudod, a géntérképet, és megkapod a papírt arról, hogy dohányozhatsz nyugodtan egész életed során. Én a múltkor néztem meg, hogy dokumentáltan a világon ki volt a legidősebb ember. És ez egy olyan idős néni volt, aki egész életében valami 19 éves korától dohányzott. Hát jók voltak a génjei. Hát és 120 évesen halt meg. Ugye, minden betegség olyan, hogy kell hozzá a genetikai hajlam, és kell hozzá az életmódbeli szokás. És ez a kettő együtt okoz egy végzetet. És az biztos, hogy a következő nemzedékek, akik már a kezükben a géntérképükkel választanak szokásokat maguknak, sokkal nagyobb mozgástéren játszhatnak az egészségükkel, úgymond. Büntetlenül. Kicsit az egyik erősebb kártya, úgy érzem, mert ha a genetikád megvan arra, hogy gégerákos legyél, akkor nem biztos, hogy kell dohányoznod hozzá akár egy percet is, hogy végül ebbe a kikötőbe fussál be. Míg fordítva, igen, de azért sokat tehetsz érte a dohányzásoddal. Nyilván. Egyébként az előbb azt mondtad, hogy megkapod a géntérképet és a jogosítványt, hogy életed végéig dohányozhatsz. Robi, mindenképpen életed végéig dohányozhatsz. Csak ugye mennyi ideig tart az az élet. Na de ahogy az előbb felsoroltam ezt a sok talán érvényes dolgot ezekkel az étrend, meg nyomelemek, meg nyugalom, meg alvásminőség, meg pihenés, meg akármivel kapcsolatban, de amikor ezek közé bekeveredik a pia, ahogy most a hallgató is írta, hogy az valami elképesztő, amikor alkoholos italok és drogok azok a megfejtésévé válnak a hosszú életnek. Tehát, hogy valamilyen életnek a megfejtései, mert mondjuk egy önfelett testét jelentenek, vagy valószínűleg amikor annyira felszabadulsz, hogy hajlandó vagy, képes vagy egyáltalán megismerkedni életed szerelmével valami nyilvános helyen, azt lehet, hogy 2 vodka szódának köszönheted. Azt csak az estét, de nem a hosszú életet együtt, ahhoz valami más fog kell. Még csak nem is kell, hogy alkohol legyen. Én ma olvastam éppen azt a hírt a Facebookon, hogy Smuk Kandor azt nyilatkozta, ezt most emészszük, vagy hát emésze ő, naponta 7 liter kólát megiszik,
és az sem zavarja, hogy 10 évvel kevesebbet fog előre láthatóan emiatt élni. Hát akkor már nem kéne neki a rendes cukros kólát nem azonosít ez alatt? Fú, ez kemény. Most azért... Jó, azért az nem mindegy. Bizonyára az érós kóla sem egészséges, de azért talán nem mindegy, hogy cukorral vagy aszpartámmal iszza. De 7 liter? Igen. Vagy milyen hát sok folyadékot iszik? Akkor na, az viszont egészséges. Az jó az. Én tényleg azt gondolom, hogy ha nem is a hosszú élethez, de ha már nyertél egy hosszú életet, akkor a jobb minőségű utolsó évtizedekhez az ilyen szellemi egészséget okozó játékok, fejtörők, feladványok, általában is a probléma megoldás, tehát az, hogy a saját problémáidat igyekezz megoldani, vagy hogy egyébként játékos céllal oldj meg problémákat, ez kevesebb demenciát és jobb minőségű öregkort, vagy talán késletetett demenciát tud jelenteni, és ez egyszer csak egyre égetőbb, tehát hogy akkor már napi szinten jó, ha szinten tartod magad, de ha valaki dolgozik mondjuk, azt mondom, hogy egy héten 2 napot dolgozik onnantól kezdve, hogy nyugdíjas, amíg ez mondjuk ilyen adminisztráció, tehát hogy egy ilyen könnyebb, nem fizikai munka, élete végéig, az is azt gondolom, hogy így a feladatában tartja, csomószor az ember úgy elvégzi a dolgát, mint a vukban a karak, amikor így elvonul, hogy akkor ő, vagy az elefántok, akik az elefántemetőbe kimennek, hogy úgy érzi a végét, de nem biztos, hogy jól érzi, hanem a vége érzi őt, hogy hát így tudod, behívta, feladta, és ehhez is joga van, csak ha valaki nem szeretne hamarabb meghalni, mint amire gondolt, akkor ez talán megtartja. Néztük azt az Anthony Hopkins filmet, az Apa címmel, ahol így az ő szemszög a demens netán alzheimeres öreg úr szemszögéből látjuk a világot, és így a történések időben annyira összekeverednek, hogy alig tudod követni, hogy tulajdonképpen most melyik, ebben a történetben, amit láttál, melyik rész lehet a valóságos. Ezt az ember nem hiszem, hogy taktikával megúszhatja, de az esélyeket növeli. Ami meg agymunka lehet, tudod, tanulás. Miért ne tanulnék valamit szórakozásból, amikor már elmúltam 65 éves? Talán azért, mert meggyűlöltették vele gyerekkorodban? És nem lehet, hogy oda vágyom vissza? Jó, de lehet. Tehát mire 65 éves leszek, szerintem sokkal több dolgot gyűlöltetnek meg velem a felnőtt koromból. Nem muszáj, úgy van, hogy gyerekként nem választhatsz sorsot. Gyerekként sorsba kényszerítenek. Felnőttként persze a gyerekkorod már orientál valamerre, ami meghatározott irány, de azért sokkal nagyobb szabadságod van saját sorsot írni. Ott felnőttként neked nem muszáj bemenned iskolába, vagy megenni a vacsorát, a kelkáposzta főzeléket, ha nem ízlik. De az gyerekként meg muszáj. Nem egy általános iskolára gondoltam, hát beiratkozhatok egy egyetemre is, Robi. Azt veled se utáltatták felnőttként, meg. Te szerettél egyetemre járni. Igen, egyetemre járni szerettem, de vizsgára készülni nem. Akkor nem egy vizsgára, hát ez se kötelező, hiszen nem az önéletrajzot akarod beírni, hogy 92 éves. De akkor tulajdonképpen az ember nem egyetemre járt, hanem hanem moziba. Tehát, hogy igen. Az úgy... Nem ültél még úgy egyetemi előadáson, akár ott, ahová jártál, hogy egy olyan órára beülsz, ami neked nem tantárgyad, és így tök buli? Átjárogattam az ELTE esztétika tanszékre, és ott meghallgattam egy szemesztert a Spiró György előadásában, és az nagyon érdekes volt, és abszolút nem vizsgáztam bele, nem is jártam az ELTE-re, de az nagyon érdekes volt, és minden héten mentem, és végighallgattam a kurzust, mert az jó volt. Oda úgy jártam, mint moziba, és nem is kérték számon, és az nem is szorongatott, hogy hú, hát holnap menni kell az ELTE-re. Mi az, ami ilyen agymunka lehet még, tudod, ami kézenfekvő, tudod, a rejtvényfejtés, azt szeretik csinálni az emberek egy idő után, meg elszudokuzni, meg nem tudom, kvízezni. Senkinek nem jut eszébe programozni, de az a mai gyerekek, amikor öregszenek, mennyivel jobban rá lesznek kényszerítve, vagy mennyivel nagyobb készségszintű
hogy mondjam, ráutaltságuk van az elektronikára, meg a számok világára. De ez bizonyítva van, hogy aki keresztrejtvényt fejt, vagy szudokozik, az tovább él? Vagy mi az összefüggés? Nem. Miért érdemes keresztrejtvényt fejteni, vagy kvízezni azért, hogy tovább él? Vagy miért, ha valaki azért, nem azért, hogy szereted csinálni, ha nem szereted, ne csinálja. De hogy ez neked Robi, úgy jó ezek lesz? Kötelező, ezekből egyet, ha ki tudsz választani, akkor... Tovább élsz? Nem, ezt mondom én, hogy én viszont, én azt gondolom, hogy nem leszel dolgod végzett, amennyiben dolgot csinálsz magadnak. Tehát, hogy a munka jellegű, vagy gondolkodás jellegű dolgok, azok nem, ha ezek jelen vannak, akkor nem engeded ki magadból az életet, és talán, hogyha a genetikád, meg a ráktól való mentességed az engedi neked, hogy 97 évig élj, akkor nem az utolsó 20 évet fogod úgy a testedben tölteni, hogy egy részed már nincsen jelen. De ezt vissza... Hanem csak az utolsó 4 hónapot, és adja az Isten, ezt, hogy csak annyi legyen. De ezt visszaigazolja a szociológia, hogy az, aki sokat fejt keresztrejtvényt, az kevésbé lesz alzheimeres, vagy kevésbé butul el, vagy tovább él, vagy több értelme van az életének, ezért aztán tovább húzza. Nem, azt bizonyítják, hogy aki alzheimeres, az kevesebbet fejt már keresztrejtvényt. Tehát, tudod, igen, de hogy ez nem... Ennyit lehet sajnos csak megfigyelni. Nem, tehát hogy ez, én azt hiszem, hogy ez egy ilyen népi hiedelem, hogy tudod, az hal meg, akinek már nincsen dolga, az hal meg, aki feladja, de akinél még ott van egy keresztrejtvény, hogy ezt még meg kell fejtenem, az nem hal meg, és ebben lehet kapaszkodni a keresztrejtvénybe, de nem hiszem, hogy összefüggés lenne. De nem is, hogy mondjam, nem tudod, hogy melyik játékban kell játszanod. Tehát, hogy ez a keresztrejtvényfejtés, meg az, hogy így tüktigül a csekjeiddel így elszámolgatsz, az is egy agymunka. De lehet, hogy te nem ennél az asztalnál kéne rulettozzál, neked blackjacken fogják kihúzni a rossz lapot. Hogy hiába foglalkoztál a szellemi egészségeddel, amikor 59 évesen meghalsz valami másban. Tudod, arra készülsz ezzel, hogy hát, ha majd én egy... jó elmeállapotú 85 éves leszek, erre 60-at se értem meg. Szóval ez is olyan, hogy ha meg minden asztalon egyszerre játszol, tehát hogy nem tudom, az orvosoknak a kis kedvencévé válsz, hogy mind megsimogassanak, hogy te helyesen étkezel, sportolsz, megfelelő mennyiséget alszol, végzel feladatot, vagy friss levegőn, tudod, nem tudom, ölelésben részesíted magad, szűrésekre jársz, amivel csak halmozni lehet az esélyeket, ezt mind megteszed, akkor meg olyan az életet, hogy gyakorlatilag lehet, hogy ez az, amit unalmasnak lehet végül nevezni. Én nem tudom, hogy ez a hobbi programozás, vagy a keresztrejtvényfejtésből feltétlenül levezethető-e, úgyhogy mind a kettőt szoktam egyébként csinálni. Nem, de annyira ki lehet mondani, mint azt, hogy minden nap így áll meg egy két deci vörösbort, és akkor fogsz 100 évig élni. De ilyenkor mindenki a saját szokásaira hivatkozik, hogy az a hosszú élettitka, mert mindenki soká akar élni, és ez olyan, mint egy ilyen mágikus ráolvasás. Így elmagyarázom, hogy ha úgy él, ahogy én, és néha félregombolja az ingjét, a sokáig él és tartalmas életet. És mi van akkor, hogyha nincs igazad, és hamarabb meghalsz, majd elővesznek téged miatt, ja. Tudod, tehát hogy nem tudsz azt, hogy mindegy, majd szólok, úgy hogyha tovább neki. Éltem. Azt akartam csak mondani, hogy viszont én őszintén hiszek abban, hogy valahonnan az életre való hajlandóságod, vagy az élni akarásodhoz kell energiát merítened, és biztos, hogy hosszabbnak tűnik az az élet, aminek mondjuk az utolsó egy évét, vagy 20 évét, vagy egészét te depressziósan egy ágyban fekve töltöd. Az biztos, hogy hosszabbnak tűnik. De engem nagyon érdekelne, hogyha valamiféle szimulációval meg tudnánk azt nézni, hogyha ezt az életutat összehasonlítjuk azzal, aki mondjuk rejtvényt fejt, mert már csak ezért is azt úgy érzi, hogy érdemes felvennem egy papucsot, és elmennem aznap reggel az újságárushoz, hogy vegyek egy keresztrejtvényt. Engem nagyon érdekelne, hogy melyikük élne tovább. Én azért szerettem volna beszélni erről a dalról, mert nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek róla, de én annyira bájosnak gondolom. Szerintem mindenképpen... Inkább bajos. Bajos, sejtettem, hogy neked nem fog tetszeni, és ez egy tök jó párbeszéd lesz így. Jól érzem, hogy neked ilyen Sandy vibe-okat ad ez a cucc? Azért annál több. Cseri Anna bácsi című számáról beszélgetünk. Nyomorult idiotizmus, tudod. Nyilván benne van ez a szánakozás az öregeken,
És ez a szánakozás az öregeken, ez tulajdonképpen egy ilyen szórakoztatási faktor, de sokszor a rím kedvéért hülyeségeket, tehát tudod, Ághegyen, milyen Ághegyen? Hülyeség. Hülyeséget beszélsz, tudod, repül a bálna, beleköpök a Nagy Dunába, bármi jó, csak rímeljen, érted? És akkor minden hülyeség mehet. Szerintem nem az szánakozás. Van, hogy... Szerintem hanem, se, és majd nem, hanem, nagy hanem méretű kutya vagyok. És a kettő között különbség van, és szeretet. Gúnyolódás. Nem ez tudom, szerintem néhol nem helyén való ennek a számnak a szövege, és nem egyeztethető össze néhány mondani valója azzal a hangulattal, amit a zeneisége teremt, de ettől függetlenül szerintem ilyen szeretettel teli. Szeretettel? Mi az, hogyha ha nem iszik, és még csak nem is rákbeteg, akkor elmondom, hogy mik azok a like jelek. Igen, azt... Tudod, ez van tele szeretettel? Ezen a ponton nem helyén való, én is erre ezen gondolom. Ezen az egy soron vagyok, én is amennyiben az illető rákbeteg, akkor már minek beszél róla az informatikáról? Lehet nem is érti először. Ja, tudod, arról van szó, hogy itt ennek a szituációnak kétféle kimenetele van. Az egyik az, hogy a fiatal nemzedék lesajnál téged, és papika, tessék idejönni, megmutatom a like jeleket, a másik a rák. Tessék választani! Elmondom, miért tetszik ez nekem. Szerintem magyar nők tízezreit érintheti ez a Mácsai Pál szexualitás, tudjátok, amikor ilyen idősebb, bolondos, művelt férfiakhoz vonzódnak. Na most ez az apa komplexus honnan fakad, és szerintem erről beszéljünk, hogyha nem a gyermeki létbe való visszavágyódástól. Ilyen módon ez a dal gyermeki. Lehet úgy is mondani, hogy gyermeteg, nem érdekel engem, én nem akarok így a szavakon rugózni, de én ezt teljesen gyermekinek érzem. Nem, serdülőkori. Nagyon is serdülőkori. Ez nem a gyermek. Ez már az a serdülő, amelyik összeröhög a vén szenilis nagypapa háta mögött. Mire alapozod? Hát a szövegre. A szövegre, ami itt zajlik, tudod, üljünk le egy asztalhoz minden nap, mesélj el, hogy milyen volt 56. Tényleg érdekli őt, hogy milyen volt 56. Hát éppen ellenkezőleg. Nem. Rohadtul unja, rohadtul nem érdekli. Pontosan tudja, hogy a nagypapinak ez az 56 dolog, ez fontos. Na, papika, meséje, milyen volt 56. Bizonyára érdekel. Jó, de egyébként tartozik egy klip is ez a dalhoz, amit egyébként érdemes megnézni, mert szerintem az tök jó lett. És nagy méretű kutya vagyok. De várjál, már, hadd mondjam el. Na, és hogy én például ezzel kapcsolatban, hogy mesélj el, hogy milyen volt 56, tényleg egy olyasmit érzek, hogy igen, igazad van abban, hogy nem feltétlenül érdekli itt a lírai ént 56. De teljesen mindegy neki, hogy miről beszél. Beszéljen arról, hogy milyen paprikát termeszt a kertjében. Na, így viszont már értem. Tehát papika, engem szexuálisan vonzanak az öregek. Mesélj el, hogy milyen volt 56, én magamhoz nyúlok közben, és nekem jó lesz. Nem tudod, értek ez a szituáció, hogy így ez már értem. Közeledés, ez ilyen jelleg. Tényleg nem értesz egyet? Én nem, ezen a ponton kapcsolódtam rá a Robira. És akkor mi van? Hát pont ettől izgul föl, hogy bácsinak hívja. Jó, de most nyilván ez nem ennyire explicit, mint ahogy mi itt ezt most kimondjuk, de alapvetően ez az apa komplexus. Én azt érzem, hogy erre próbál meg reflektálni. És igen, túlzó a szöveg, gyermeki a szöveg, de itt nem arról van szó, mint mikor azt mondjuk, hogy lelkemet eladnám egy csókodért, tudod, azt hiszem, hogy ti beszéltetek egyszer erre, hogy ez mekkora hülyeség. Igen, abban a kontextusban hülyeség, amikor a lírai én megvallja tartalmilag is, hogy ő itt most egy gyermeki pozícióba kíván helyezkedni, de hát mit csináljon, hiszen ő már 30 éves elmúlt, de találni kell valakit, aki az apjával egy korosztály, és akkor neki mond ő, mint kisgyerek ilyen hülyeségeket. De nem kisgyerek, hogy... nem kisgyerek, az átviszlek Tűfokon és Ághegyen, ez egy, tudod, ez egy ilyen önmagából kifordult romantikus szólam. A romantika meghasonlik önmagával, és átmegy gúnyba, ez nem gyermeki beszéd. De én nem értem, hogy mire alapozod ezt a gúnyt. Hát átviszlek Tűfokon és Ághegyen. Ilyet nem mond egy gyerek egy felnőttnek. Nem mond a nagypapájának. Amikor a gyerek megvallja a nagypapájának, hogy szereti, akkor nem azt mondja, hogy bácsi, a szereteted jár nekem, meg hogy én téged átviszlek Tűfokon és Ághegyen. Meg nem azt mondja, nem. Hogy a hosszú élet titka pont, hogy én vagyok, velem csak úgy repülnek az évszakok. Nem mondja, de gondolja. Tehát az, hogy átviszlek Tűfokon és Ághegyen, ez pont egy olyan gesztus, amit egy kisgyerek nem bír magától megfogalmazni. De tehát mit tudom én, ti nem játszottatok ilyet kiskorotokban anyukátokkal, hogy azt mondtátok, hogy hogyha nagy leszek, te leszel a feleségem. Pedig egyértelmű, hogy nem veheted el anyádat feleségül, vagy nem veheted el anyádat feleségül, igen. De hogy attól még megvoltak ezek a gesztusok, amik
amiben mi azt gondoltuk, hogy ez átviláglik. Most mindegy, hogy Tűfokon és Ághegyen viszlek át, lehet, hogy csak a rím kedvéért van, itt Tűfokon és Ághegyen. Nem az a lényeg, lehet, hanem az a gesztus, hogy tűzön vizen átmegyek, ja. Érted? Nehéz feladatokon, mert a Tűfokán is ugye nehéz betalálni, nemhogy átmenni, az Ághegy, meg tudod, ez a merülő háló, vagy az a csónakról látsz ilyet belógatva, ilyen V alakú, izé. Az az Ághegy. Mindegy, a lényeg az, hogy háló. Igen, hogy egy háló, hogy a kiszabadítalak a fogságból most. De vajon ennyire komolyan kell bevenni minden szavát, mert onnantól kezdve, hogy két élőlény, akik közül az egyik legalább egy bácsi, átfér egy tűnek a fokán, vagy hegyén, vagy a lyukán, vagy az akármilyen, onnantól kezdve már a többiben sem vagyok meggyőződve. Ennek ellenére előadnám a megfigyelésemet, miszerint ezt Pandacsöki Boborján adja elő. Azt mondta, ha te is emlékszel, Robi, a Doláksali azt mondta a Pandacsöki Boborján karakterről, hogy ő tulajdonképpen egy ilyen hosszúfülű kutya lelkületű valaki, aki éppen figyel rá, de mi ez az érdekes izé itt, és tudod, szagot fog, és ilyen ADHD-se egy kicsit, hogy már egy perc múlva már valami más érdekli, akármilyen lelkes is volt, és hogy ő itt ölebbnek nevezi magát, nyilván nem kell minden szót szó szerint érteni, de azt mondja, hogy ő egy nagyméretű kutya, mégis ölebb, ami a természete, tehát ő tulajdonképpen jelenthetne veszélyt is, de nem, és amikor azt mondja, hogy te is voltál fiatal, és én is öreg, az azt jelenti, hogy mindketten öregek vagyunk. Tehát, hogy én egy öreg kutya vagyok, aki a parkban ugyanolyan egyedül van, mint a bácsi, aki egyedül ül, és mi megtaláljuk egymást. A csajom mesélte, volt egy munkán, ahol mindig másokkal találkoznak ilyen filmforgatáson, és hogy ott az egyik csajszi látta, hogy az egyik ilyen őszes hajú, mit tudom én, 70-es bácsi egyedül eszik egy padon. És így mondta, hogy ő nem bírja nézni, amikor öreg bácsik egyedül esznek, hogy annyira oda akar ülni beszélgetni velük, mert hogy az egyedül léte. Nem tudom, miért bácsi. Szánalmas. Ugyanakkor nem tudom, hogy szánalmat érez. Hát azért, hogy szánalmat. Szánalmat érez. Társaságot akar simán. Szánalmat érez és együttérzés. Jó, akkor hívjuk de, így, de, hogy együttérzés. Szánalomban van egy pici megvetés. Nincs. Nincs. Ha jó ér, nem. Valójában nem kéne, hogy legyen. Azt már mi rakjuk bele. Az, hogy szánakozol valamin, az az együttérzésednek a jele. Most én csak azt nem értem, Dávid, hogy a hallatlan stílusérzékeddel, meg érzékenységeddel, hogy nem érzed a vicces és bölcs tatának tetszik lenni sorban a gúnyt, meg a lekezelést. Ugye pont arról van szó, hogy a bácsi nagyon nem szexi. De én most megjátszom, hogy én tudod, nekrofil vagyok. Jaj, az gerontofil. Győzzük csak kivárni. Igen. Tulajdonképpen a gerontofil az a türelmetlen nekrofil. Na, igen, nem mondd el az eredetét. Jó, de várjál. Szóval, hogy arról van szó, hogy a bácsi az nagyon nem szexi, de én most megjátszom a gerontofilt, és úgy csinálok, hogy a bácsi mintha szexi lenne, és ezáltal a bácsinak a nem szexisége fölött, az épp ellenkezőleg a nagyon nem szexisége fölött gúnyolódom, úgy téve, mintha ez szexi lenne, és mintha én most erre gerjednék. Ezt nem érzed, és ha te a szeretetet érzed ki ebből. Én azt érzem ki azért, mert nekem az a megfigyelésem, hogy most te azt mondod, hogy a bácsik azok nem szexik. De tudod, hogy így rengeteg olyan emberrel találkoztam életem során, akik közül több most is itt van a közvetlen környezetemben, nem rátok gondolok, hanem a szerkesztőkre, akik szerint a bácsik azok nagyon szexi. De ha szexi a bácsi, akkor, és tényleg szexi, akkor tudod, a vicces és bölcs tatának tetszik Elmondom, miért van. Én azt veszem észre, hogy az apa komplexus az abból fakad, hogy egyszerre lehetsz egy kapcsolaton belül gyerek és szülő. Mert neked kell a másik gondját viselned, ugyanakkor ő az, aki bölcsebb és idősebb. Itt egy nagyapa komplexusról beszélünk ebben a számban egyébként, de bocs, amikor azt mondja, és azért itt érezni, hogy vagy gúny, vagy saját magából csinál viccet, hiszen egy nem létező bácsiról beszélünk, de lehet, hogy az összes bácsi meghallgatja ezt, akkor nem tetszene neki, azt mondja, hogy tatának tetszik lenni,
próbáljon valamivel megtisztelni. Tehát éppen tiszteletlen vagy a megnevezését illetően, és ugyanabban a mondatban kifejezett, hogy te igényt tartanál némi tiszteletet. De a Dávid még mindig nem érzi a bunyolulást. Azért nem érzem, mert nem akarom saját magamat ismételni, de egyszerűen mindenre, amit mondotok, azt tudom mondani, hogy igen, nagyon gyermeki. De nem egy ilyen cofos, pimasz kislányt képzeltek el, aki azt mondja, hogy én vagyok a hercegnő, nekem ez most így kiár. És hogy középiskolás serdülőkorú lányt látok, aki ezen gúnyolódik, meg nagyon jól szórakozik a barátnőivel, és egyáltalán nem gerjednek a bácsira. Szerintem ez nagyon-nagyon megalapozatlan. És tudod, ez az asszociáció, hogy az idősebb az bölcsebb. Tudjuk, papi, hogy az idősebb az bölcsebb. Tapasztalt nagypapa, meséljen nekünk a tapasztalatáról, és tudod, minthogyha ezt komolyan elhinnénk, hogy attól, hogy vén vagy, attól te bölcs vagy, és mintha tudnál bármi érvényeset mondani nekünk, amit mi az életünkben hasznosítani tudunk a TikTokon, vagy az Instán, vagy azokon a felületeken, amiket a nagypapa annyira nem ért, hogy el sem magyarázzuk le. Nem lesz Rákos, elmondom, jó? Jó, de tudod, hogy ez nyilván nem az összes bácsinak szól ez a dal, tehát itt kiveszik... Hanem a szexi bácsinak. Hát nem erről beszélek. Clint Eastwood bácsi. De mondjuk Clint Eastwood. Na, de azt akartam mondani csak, hogy szerintem itt kiveszi alapból a kalapból még például az alkoholista idős embereket. De most ugyanígy, amikor azt mondja... Mert azok fiatalon meghalnak. De ugyanígy, amikor az azt mondja, hogy bácsinak kell lenni, amikor... hogy bácsit tiszteljenek benned, azt meg is kell élni, fiam. Na, legyünk irodalmiak. Mit tudsz te erről? Tehát amikor a lírai én megszólítja ezt a fiktív bácsit, akit ő maga úgy ír le, hogy vicces és bölcstatának tetszik lenni, azzal már szűkíti ezt a keresztmetszetet, hogy igen, a bácsi nyilván feltétel, ez a dalnak a címe. A Farkasházi Tivadar már nem lehet. A vicces vagy a bölcs miatt? Egyik miatt sem, mindkettő kizárja. Ja, én nem erre gondoltam, Robi. Hanem mert olyan fiatalos. Igen, arra. Mondjad, Dávid, ne haragudj, hogy félbeszakította, Robi. Köszönöm szépen, nem sértettem meg. Van egy ilyen Budapest páros sanzon hangulata, és tudod, az nekem ahhoz illik, hogy ezt a panda csöki boborján énekli, miközben kutyának képzeli magát, de ahhoz nem, hogy azt mondom, hogy amennyiben Rákosnak tetszik lenni, akkor nem jár az informatikai ECDL tanfolyam. Mert már arra a rövid időre én minek szeressem, és minek tanítsak meg bármit. És ez egy ilyen kegyetlen kijelentés, de közben meg ha mindenkibe beleköltözik, aki ilyeneket mond, mert több rettenetes dolog is elhangzik kedvesen ebben, akkor meg ez egy ügyes gyűjteménye arról, hogy mi, de nem akarom kimenteni, csak ezzel ki tudnám magyarázni, úgy, mint a Zalatnai saját magától konyakos meggyel, hogy milyen szépen összegyűjtötte azokat a sértéseket, amiket amúgy mosolyogva mondunk. Az összes pénzemet elégetném, kölcsönt is felvennék, ha érezném. Jó. Fogalmaz, talán csak nem az attól humoros ez, hogy a bácsi annyira értéktelen, ha utánam dobnák se kéne, és e fölött ironizálok azzal, hogy az összes pénzemet elégetném, csak hogy a tatának az aszott bőre az enyémhez érjen. Tudod, ő maga is csoda, hogy el nem röhögi, miközben előadja. És te meg még mindig komolyan veszed. Azért, mert jó, akkor ismétlem önmagam, tehát hogy kinek ennyire értéktelen a pénz, hogyha nem egy 5 évesnek, aki nem érti, hogy miközben nem anyának érték. Ott van a 10 nem értéktelen, nem értéktelen meg a Kinder 20, tojás. Lyukas 20 filléres nem adna az öreg emberért. Ezt akarja kifejezni ezzel. Figyeltél a példámra? De érted, nem igaz, hogy értéktelen neki a pénz. Azt fejezi ki ezzel, hogy az öreg hallatlanul értéktelen, és e fölött gúnyolódik azzal, hogy a világ minden pénzét elégetném, csak hozzáérhessek. De ezt nem tudom, hogy mire alapozod, mert hogy hallom, amit mondasz. Minden sorából süt a gúny, arra. Jó, akkor menjünk bele, bár szerintem ugyanúgy csoki, facukor, farágó, becsípte a pöcsömet a darához, szépen kimentettem ezt a káromkodást. Nem került. Tehát szerintem ettől függetlenül nem igaz, amit mondasz, de akkor menjünk bele. Mi van, hogyha ez a dal, ez ezt akarja mondani? Akkor tetszik neked, hogyha ez egy ilyen ironizáló, beszólogató, kemény, kedős, nincsen sportértéke a bácsival gúnyolódni, és azon ironizálni, hogy a
92 éves öregnek az ott a bőre is nem kívánatos és nem szexi, és büdös, mert öreg szaga van, hát, tudod? Nem, pláne, nincs sportértéke. Úgy pláne tudod? Nincs sportértéke, hogy ez nem egy duett, ahol a bácsi is beleénekel, hogy kislányom, takarodjál anyádba akkor. Tehát, hogy azért az segítene, hogyha megszólalhatna a bácsi, és a bácsit egy bácsi írta igen, volna tudod, meg. Tudod, akkor már erre ilyen Ihos József színvonalat kiáltanék én is. Ma bocsánat, a név elhangzás, akkor egy perc néma gyász szünetet kellett tartsak, mert nem, ez viszont a semmiből jött most, hogy Ihos Józsefet, de ő néni, ugye nem bácsi, ja, tényleg, úgyhogy igaz, ne keverjél itt nekem. Úgy, igen. Egy mennyire progresszív a... Így a igen, és igen, csak valamire nagyon ráérzett. És nagyon csak 11 után lehet adni. Azt mondja itt a dalban, hogy egyszer hallottam, azt mondták egy reklámfilmben, kislány, a szeretet az nem jár ingyen. Ezután következik a pénzégetés, de Robi nem a világ összes pénzét, mert akkor ez egy James Bond film lenne, hanem csak a saját összes pénzét szeretné elég. Nem terroristáról beszélgetünk itt az alkotó személyében, hanem mindössze nem ezeket a világi hívságok, ezek őt nem szédíti ki az útjáról. Na, a világ összes pénzét el akarná égetni, az egy mondás lenne. Innen látszik, azért érdemes lenne dalt innen írni. Látszik, hogy koncepció a refrén, vagy pedig a refrénből következett ez a verze, mert a refrénben az van, hogy a szereteted jár nekem, és az a kérdésem nekem, hogy a jár nekemből következett az, hogy Ághegyen, mert akkor az talán rímel a jár nekemre, de semmi értelme, vagy a Tűfokon és Ághegyen az akadályok az neki fontos volt, és abból jött, hogy jár nekem, és amikor leírta, hogy jár nekem, akkor azt mondta, hogy na, akkor ezt alá kell támasztani, úgyhogy a verzében vissza fogunk emlékezni arra a reklámra, ami szerint nem jár ingyen. És ez már túl szövevényes ahhoz, hogy ne fordítva legyen. Szerintem emlékszik egy ilyen reklámra, és ennek kapcsán azt akarja mondani a refrénben, hogy jár nekem, és ez egy tök fura állítás, hogy ez ugyan miért járna a szeretete? Hát idegen bácsikról beszélünk. Senki nem keres rímpárt egy értelmetlen szóhoz. Az értelmes szóhoz talált értelmetlen szó szokott lenni az igénytelen költő rímpárja. Tehát ahhoz, hogy Ághegyen nem fog rímpárt keresni, mert eleve az Ághegyennek nincs értelme, egyetlen magyarázat értelme van rá, van, hogy bekerüljön a versbe, az, hogy rímel arra, hogy jár nekem. Tehát nyilván nem az Ághegyenre, az értelmetlen szóhoz keresett egy rímpárt, és mekkora szerencséje volt, talált is egy értelemmel bíró szót. Én nem így szoktam írni, és szerintem kevesen. Ti láttatok már Arany János kéziratot? És Adi Endrét. Azért akarom ezeket összehasonlítani, mert hogyha megnézitek, akkor az Arany János kéziratok azok tele vannak firkálással, húzogatással, kis lapszéli jegyzet, és hogy így ki kell belőle bogarászni, hogy mi az, ami megvan. Ellenben Adi például fejben írt verset, és miután az megvolt neki így fejben, leírta egyben az egészet, és szinte nem is találunk benne javításokat. Most én verset vagy dalszöveget írni szerintem nem úgy kell, hogy leírsz egy sort, az kőbe van vésve, és keres erre. Nem, de mindig a... Tehát úgy lesz egy rím, hogy előbb van az a pár egyik tagja, és ahhoz keresed a másikat. És az, amelyik előbb van, ha az kettő közül az egyik nem értelmes szó, akkor az mindig a második. A másodjára kényszer hatása alatt talált rímpár, mint az első, ahol nem kényszerít, határozza meg, vagy nem szűkíti be a mozgásteredet semmi, ennek megfelelően bármit írhatsz, alig ha fogod az értelmetlen szóval kezdeni, és ahhoz te keresni egy értelmeset, nem? Igen, de nekem a kontextus itt megteremti, tehát hogy igen, mondjuk fogalmam sincs, hogy mi az, hogy Ághegyen. De azáltal, hogy megpróbálom a kontextusban értelmezni mondjuk a sort, és most muszáj ide citálnom azt, hogy gyermeki, mert amikor azt mondod, hogy te mondjuk a hangzásvilága vagy azért, mert tudod, hogy ezt egy felnőtt nő énekli, így azt projektálod bele, hogy ezt egy gimnazista énekli, aki így összerőg a háta mögött, az nekem valahol tényleg ilyen nagyon furcsa dolog tőled, mint hogyha azon lennél kiakadva, hogy a belga azt próbálja nekünk előadni, hogy ők ennyire örülnek a benzinkúton, hogy jaj, de jó itt a kúton, olyan vidám mindenki, és ez egy lírai én, ez valaki, aki egy szerepbe belehelyezkedik, és abban se vagyok biztos, tehát, hogy ettől függetlenül simán lehet a szerzőnek apa komplexusa, hogy a saját dolgát írja meg. Nagy apa komplexusa. De teljesen mindegy. A méret nem számít, hogy mekkora apa. A belgára vonatkozó analógia azt nem nagyon nem áll meg. A belga az
semmit nem vesz komolyan, és nem gúnyolódik, hanem magára alkalmaz egy bizonyos, szociálisan nagyon gyakori, jellemző, jellegzetes attitűdöt és szerepet. De ő is egy szerepből mondja attitűdöt azt, hogy ne nézzél szerepet. Tapasztalt nyugdíjas. Igen, na az a, na, ne nézzél tapasztalt nyugdíjas. Neki az a bácsia. Igen, 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 csak tudod, ő nem a belga, a soha nem így gúnyolódik, hanem az belemenős. Az fölvesz magára egy szerepet, az, és minden, ami azzal a szereppel jár, azt alkalmazza magára a belga, illetve annak a három tagja közül, amelyik éppen szövegel. Ezzel szemben itt, ebben a konkrét helyzetben szerelmet vall, pedig épp az undorát fejezi ki, és hát ez az irónia tárgya. És hát tudod, az a fiatal, amelyiknek ez a történés az életében, hogy a vénember az ronda, meg a vénember az ráncos és büdös, tudod, hát az találhatott volna magának akár a saját nemzedékében valami élményt. Szerintem ez az értelmezés légből kapott, és én nem érzem, hogy gúnyolódna.